Dobra vécsa, népecsim, szevasztok, hogy bizony, de... Mi bizony? Na. Nagy bagum, szevasztok. Csákány, hellóztok, csasztok. Na. Éppen nagy bégy vacsorázok, így jó kis... Ilyen, Bartosista zsíros kenyér. Dula köszi! Köszi! Kék frankossa! Jó kis borra! Na de már! Nagy bau! Először is! Köszönet! Horváth Gábornak, hogy 1000 forintot küldött számomra. Köszönet tisztán Horváth Gábor! Tegnap küldted. Nagyon szépen köszönöm, spasziba. Na, az az egésznek a lényege, hogy... Tegnap előtt... Egyébként nincsen hideg. Meg állunkra mindenki egyébként azzal gyűn, hogy jaj, hát ez a január, valami évtizedek óta nem volt január. Anyátoknak a rohadt picsáját basszátok szájba, bazd meg, dűljön rátok a hát, baszod. Nem volt ilyen január. Minden évben volt ilyen januárban, mert fagyos volt, a nagy picsát volt, csak nem akarok vitatkozni ezekkel a hülyékkel, bazd meg. Azt mondja, hogy nem volt ilyen január már mióta. Mióta? Mióta Bartos pilóta. Hát a nagy fasz, bazd meg. Inkább még enyhe is volt, itt nem is esett hó. Viszont tegnap előtt berúgtam mind az atomban meg. És erre, arra ébredek föl, így elmentem a munka után, stb. Ittam, kocsmáztam, stb. Belöktem egy olyan mennyit. Hát jó, volt nálam 10, hát egy... Ilyen slakonos bor, most nincs jó, nem tudok valakra. Ilyen jó kis kocintóst vettem, kocsmában meg vitte, meg ott is feleseztem, meg is hívtak így feles pálinkára. Jó, berúgtam, na. Erre arra ébredek így főfele. Itt az ágyon, így körözbe fekszek, nem? Hogy a faszomba jutottam, én bemondom. Na nem tudom, hát mondom, de elszakadt így a cérna, bazd meg. Tehát arra emlékszem, hogy a kocsmában iszok, konyász vége. Ilyen filmszakadás, se kép, se hang. Hajnalban meg arra ébredek föl, hogy ízé. Fővitamin. Hogy itt tepszek ide, így körözbe ide. Mint kiderül, de ez ennyibe is maradt a dolog. Másnap gyűvök meg a munkába. Gyűvök meg a munkába. Hallom, hogy üzé. Mert ugye te ilyen lagyiga a kaput, tehát be lehet gyűnni, stb. Hallom, valaki itt kopog meg, kiabál meg, hogy tudom én. Vagy így szólítgat a nevemem. Ki a büdös kurva anyja, mondom, bazd meg. Mondja, szomszéd, vagy nem a szomszéd, itt lakik az utcába, néni, de azt mondta, hogy jobban vagyok, mert azt mondja, hogy, mert szót azt mondja, hogy a férjének, meg mit tudom én, nem tudom hányadik szomszéd, ritkán szoktam látni, de valahol arra lefele lakik, ha jobban. Az a lényeg az, hogy a jobb, miért ne lennék, mondom, jobban, mondom, soha jobban, mondom, ne legyek, mondom, miért, mondom, ízénak látszódok, mondom, ízé. Mondom, most tettem meg a szakállamat, mondom, teli vagyok, mondom, vitaminna. Mert hogy tegnap, hogy ketten segítettek be, mert állítólag olyan részeg voltam, hogy nem voltam eszméletem. Mondtam neki ilyen, mondom, hogy mi a picsának, mondtam neki, hogy mondom, miért kölött, mondom, be se, azt mondta, hogy mert körözbe feküdtem a járdán, azt mondta, egy kicsit ízébe, azt mondta, elcsaphatott volna valami kocsi is. Azt mondta, hogy így körözbe voltam feküdve így, azt mondta, hogy azt hitték, ilyen merev görcsbe voltam, azt hitték, hogy mentőt köhíni. Hát mondtam neki, hogy mondom, nehogy már, mondom,
Néni, mondom, mentőt híjon. Mondom, majd a lónak a fasza, mondom, már mióta mondom, nem voltam, mondom, se toxikáló, mondom, bassza meg, mondom. Mondom, mert minek köldött volna, mert fagytam volna, mondom meg, mert azt mondta, hogy hát, hogy ízja ki lettem volna, mert úgy állítak az urába, azon tanakodtak, hogy a rosszabb vágja őket izébe, körözbe, hosszába, metélje őket elvarr meg. Jó, köszönöm, hogy besegítettek meg minden, de mondtam egyébként neki, ne drogja. Hogy mondom, úgyse fagytam volna, mondom meg, mert hogy az ura gyűjt haza biciklibe, aztán látta, hogy ottan fekszik. Valakire látták, hogy én vagyok az. Mondtam neki, hogy de mondtam neki, hogy mondom, ilyenkor mondom, nem, de hogy mondom, mentőt híjon, meg ilyenek, mondom, bassza már, megmondom, a kurva nénikéjét, mondom, hogy a hátát verjem el egy lapátnyille a vagy meg. Hát még képes lett, még jó, hogy volt annyi bennük, hogy nem hítak mentőt, hanem bevezettek ide a izéba, a szobába, aztán izé, meg nyitva volt, tárva nyitva volt az ajtó is. Hát ilyenkor nem izé, nem csetoxikálók, ő bazd meg. Hanem még egy feles pálinka. Hoppá. Hoppá, Redik. Na, ennyi. Ja, aztán kérdezi, azt mondja, hogy azt mondja, cudar részek voltam, mondta a mama, az öreg asszony. Azt mondja, hogy mennyit ittam, azt mondja, egy liter, másfél liter bort. Mondtam neki, hogy mondtam, ne vicceljön már, mondom, sérteget. Mondom neki, hogy másfél liter, meg egy liter, meg két liter borba, mondom, én a kezemet szoktam legfeljebb megmosni. Hát mondtam neki, hogy két liter bortú, mondom, jó, lehet, hogy egy kicsit billegek, ha nem eszek meg, mit tudom. Mert mondtam neki, hogy legalább, mondom, 3-4 litert, mondom, bepuszítam. Annyit biztos, hogy bevágtam. Ő pálinkáka. Hoppá, da. Meg lehet, hogy bevettem valami csanakszot, vagy mit tudom én, vagy valami frontit, vagy a rohadást tudja már. Most is itt van egy kis csronti. Ilyen feleket az be szoktam venni, meg sőt még egészet is bevetek izéba. Egészet is, hogy most itt például szarakodni, bazd meg. Hát te izé vagyok idegeket, már most alig ittam, bazd meg. Pedig izé. A kurva hiszenségét. Éppen egyébként azon gondolkodok, bazd meg. Vagy gondolkodtam? Azt is a kukán találtam a kanyárba le. Zaskóba ki van akasztva, megsült milliómos. Nem, hogy milliómos, rengeteg pénzt lehetne keresni. Megmondom, hogy mivel. Egy csomó, jöttem haza a munkába, mert most nem tudom fölvenni, stb. Tessék. Meg is lehet nézni, mit tudom én. Nem tudom ki az a picsa, mindegy. Üzé. 1980-as, meg 1970-es évekbeli nőklapja, bazd meg. Milliók, szerintem egyébként ezzel meg lehetne gazdagodni, bazd meg. Gyűjtőknek eladom, bazd meg. Ki volt téve a kuka mellé? Itt van, tessék. 1971. október 20, legalább 35 éve volt benne. Tehát gyűjtőknek ezt én eladnám. Vagy ha nem veszik meg, akkor meg megeszem. Ennyi. Mert itt is van. Ja. Hogy rohadjatok meg, bazd meg. Ja. Úgy szedtem össze. Ki volt téve. Ja. Hát ezek milyen múzeális érték, bazd meg. Hát olyan 40-50 éves, meg 30 éves újságok. Ha meg nem kül senkinek, akkor meg apránként megeszem. Ennyi. Nőklapja ebédre. Ma meglátom, egy kicsit száradnia föl, mert esett az eső, mikor összeszedtem. Már kóstoltam amúgy. Ez a régi esélye van neki. Tessék, itt van. Kicsit a picsának a hajába eszek.
Na, úgy mondom, így meg pláne egyébként többet ér, hogy a Bartos beleharapott. Pláne többet ér. Tessék, itt van. Rengeteg. Csak mondom, egy kicsit kikőnek ízélni, száradni, mert nedves, mint a ízél, mint a pina, olyan nedves van. Kicsit kiszárad, hát mondjuk itt nem nagyon szárad, majd lehet, hogy tavasszal, majd mit tudom én, majd kiteszem a napra, a süt a napot. Jön meg ilyen ízé. Persze, hogy egyébként az a fickó, az a legenda törülte. Jó, hogy törülte magát, bazd meg. Ing engemet, bazd meg. Lehet üzélni. A szemétevő mindenevő Bartos, bazd meg. A vas gyomrú legendát. Maga én vagyok a legenda, hoppá. Ma úgy ért vagy legenda, hogy ő nevezte magát. A legenda, a Bartos nagy legenda az én vagyok, jó? Tehát egybe állapodjunk meg. Te ő hozzám képest a lábam száráig, bazd meg, nem ért. Értjük? Ő hozzám a tenger is csak egy pocsolya, bazd meg. Hoppá. Na. Tehát még az a nagy csidejós, az a ízé, az a csúnfied, ugye, 300 000 föliratkozóba, még az is kezdetekin. Így kosszúgatod, bazd meg. Hát, hogy mit tudom én, nem is, de aztán leszett a csinálni ilyeneket, hogy hát ő az ő soha se tetszett neki, hogy egy nylon zacskót eszek. Így, hogy érted, bazd meg, hogy nylon zacskót eszik a Bartos, meg hogy füvet gilisztát, hogy ez neki ez soha nem tetszett, meg hogy hódtajték részegre iszol magam. Aztán ezt megsemlítettem ugyebár nagyba a csrajongóknak, stb. Úgy szedte le egyébként, mint a parancsolat azt a csinejót, bazd meg, amiben engemet ócsárult. Ez a másik fickó, akinek az előbb említettem a nevet, ez is. Egyet egyébként meg lehet jegyezni! A Bartost, bazd meg, lehet elémálni, bazd meg. De én mindenkit fölök, hogy én megyek, mint a buldózer, bazd meg. Tehát én, mint az úthenger, így megyek előre. Tehát itt cselőre, úgy cselőre. Tehát lehet, mit tudom én, engemet fikázni meg anyja picsáját, vézévá, palacsintává lapítva. Én nekem nincsen egyébként, én úgy megyek, mint az állatnak, mármint úgy értve, hogy íző. Tehát lehet egyébként engem kostúgatni, stb. Úgyis egyébként leszeded azt a csinejót, mert annyi a srajongók, stb. Tehát akkora nagy támadások fognak érni, bazd meg, bárki csinál rulam ellen csinejót, hogy kénytelen leszöl azt letiltani azt a csinejót, vagy privátba tenni, értsük? Tehát én mind az úthenger, én megyek előre. Tehát engem nem érdekel, hogy mit a 300 000 föliratkozód van. Lehetőlem 60 milliárd föliratkozódik. De ez megnézhetik a csinejódat, kiteszed szerdán, csütörtökre, megnézhetik tőlem 150 000-en is. Akkor is engem nem érdekel. Akkor is megyek előre, bazd meg. Úgyhogy lehet engem kostúgatni, stb. Rosszul jár, aki kostúgat. Az előbb-utóbb be fog szarni, aztán úgy leszedi, mint a parancsolatait. Meg még ölnézést is kér, hoppá. És ez nem nagy képűség, mert én vagyok a világ legszerényebb embere. Na. Engem nem érdekel amúgy. Tehát föl lehet egy darabig ilyen csinejó, amit engem ezt fikáznak, meg áztatnak, úgyis a csillető le fogja szedni. Na, darabja. Ez bebizonyosodott. A sok év során. Értsük?
Meg szerintem egyébként ezek a szarháziak mind egyébként a kölykeim lehetnének, bazd meg. Tehát most egy 17 éves az vastagon egyébként a kölykem lehetne. De. Hát igen. Hát és akkor még azt sem mondhatom, hogy mondjuk jó, akkor ha nem a disznókat baszogatom, hanem mondjuk akkor baszogatok egy nőt, aki termékeny, akkor már régesség egyébként már lehetne egy akár 30 éves gyerekem is, bazd meg. Mert jó, nem, de azért 30 azért nem, de egy 20. 19-20. Ez a rohadék mocskos szemétláda, barátném, bazd meg. Ez a szemét mocsadék, ez a köpedelem csható. Nem igaz egyébként, aki azt írja, hogy hát mert már akkor nem volt, de még megvolt, még vérzett, mint a disznó, bazd meg. Lehetett volna kölyök, nem akart. Mondjuk egyébként lehet, hogy jobb is, mert most megfüzethetném a gyerektartást, aztán ezt fizetném a gyerektartást. A nagy büdös faszt fizetném a gyerektartást, aztán majd magamtól vonnám meg, aztán nem tudnám megvenni a bort, meg a szemét. Hát ezt semmit nem fizetnék, felejthetne el, bazd meg. És lehet, hogy még a kölyköt, mert nem is kellene fizetni, lehet, hogy ő fizetni a gyerektartást, mert én nevelném föl a kölyket, a gyereket, bazd meg, és természetesen fiú lenne, nem is leány, fiú. Lehet, hogy én nevelném föl a gyereket, hoppá. Magyarország hazabunk! Na, jó van. Ennyi volt. De. Még egy kis papi. Szevasztok, Dobri Becser, úgy bizony. Na, szevasztok! Csak ennyit akartam. Konyát. Senkiről semmi jót ne halljak, bazd meg. Bartos voltam.